az bizonyos értelemben most már tényleg a kellős közepe. Ugye tulajdonképpen itt találkozik egymással ugye a Hanna étterem, és itt tovább meg a Szintlakert meccés pontján a hivatalos magyarországi zsidóság, illetve az igazi magyarországi zsidóság, vagyis a voltaképpeni magyar zsidó élet, ami egy ilyen nagyon sajátos városi szubkultúrává vált a valamelyes bizonyára már a rendszerváltás előtt is, illetve a rendszerváltás után, és amelyikhez nagyon jól kapcsolódhatnak mindazon bohém burzsoá szubkultúrák, amelyek nem zsidó gyökerűek, és egy nagyon eleven és érdekes kulturális képződményt hoznak létre. Ugye például és talán elsősorban a könnyű zene, illetve a zsidó színház formájában, amely mind-mind ebből a televényből veszi részben fellépőit, részben közönségét, bázisát, hátországát, és így tovább, és kapcsolódik össze különböző civil kezdeményezésekkel, vagyis hogy nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ez az oly sokszor elviselhetetlenül rossz kedvű város egy fokkal élhetőbbé legyen, és azért érdemes itt megállni a Kőlevesben is, illetve hát a mostani Kőlevesben is egy csillagos házat. Szintén csillagos ház volt azokban az időkben, 1944-ben, azelőtt pedig, ugye most tényleg nagyon szűken, abból is látszik, hogy ugye viszonylag keveset sétálunk, és ha akarnánk, még sokkal kevesebbet kéne sétálnunk, és lépten nyomon valami olyan helyre bukkanunk, ami jelenleg is része ennek a kulturális hálózatnak, és akkor pedig része volt a zsidó negyednek, illetve csillagos ház volt. Ez a ház, amelyiknél most állunk, az a Kóser Mészárszék szerepét töltötte be egykoron, amíg csillagos ház majd Kőleves lesz belőle, és itt egy visszaemlékezést idéznék, amely elmeséli azt, hogy mi volt ez az épület. Egy egykori munkatársnál a Hentes boltban, amikor bementem a Rebenbuclékhoz, én nekem a szakmám már meg volt. Két nagyjár volt, a Skrek és a Rebenbuclék. Rebenbuclék, Salamon és Izika Gerté, ortodox Kóser család szalámigyára, Budapest, Kazinczy utca 41, a Rebenbuclék család régi zsidó Hentes család. A század elő Rebenbuclék Sámuel, marhamús elárusító üzlet tulajdonosként szerepel a budapesti lakcímjegyzékben, lakása a Szerecsen utca 16-ban, üzlethelyisége a Laudon utca 4-ben volt. Pontosan nem tudjuk, hogy a család mikor vásárolta meg a Kazinczy utcai épületet. 1928-ban Rebenbuclék Salamon és Izidor Hentesek még csak a Laudon utcai üzletet birtokolták, 43-ban viszont már biztosövék a Kazinczy 41-es szám alatti ingatlan, Skrek Lipót Hentes, a Skrek Lipót RT szalámi kolbászáról és húskonzerv különlegességgyár tulajdonosa, már az 1913-as címjegyzék szerint is a Dob utca 27 szám alatt folytatta az ipart, gyár és üzlethelyiségét ezért egészen 1914-ig megőrizte. Vagyis ugye megint csak most már talán meglehetősen laposan hangzó tanulság szerint, ugye tulajdonképpen az történt, hogy akár a csillagos házaknak a vonalát, amelyik ugye egyszerre a pusztulás fenyegetése, illetve a megmenekülés elbeszélésének a része, ezeknek a vonalát követve tulajdonképpen jóformán tetszőlegesen összeállított úti tervvel végig tudunk sétálni úgy Budapest zsidó múltja és zsidó jelene között, hogy folyamatosan azt érezzük, hogy Budapestnek nincs izolált zsidó múltja és zsidó jelene, ez a város vérkeringésének a része volt. Végig, és ebbe beleértendő akár még az ortodox szalámi gyár is, vagyis nem kizárólag arról van szó, hogy a neológiának a nyitotta az asszimilációtól is letett, hogy mondjam, a vallási irányzata volt az, amelyik a város életének része volt. Ezek az emberek úgy laktak itt, és váltak a város részeivé, hogy közben létrehoztak egy ortodox intézményrendszert, hogy tulajdonképpen még ma is ezeket az utcákat nehéz volna elképzelni azok nélkül az emberek nélkül, akik közül ugye most egy család szembe is jött velünk kaftánban a szombati sétájukra.
víra a kisgyereket, szóval, hogy tulajdonképpen Budapest múltjában járunk, és ugye ahogy akár idézhetnék az ember Máriát, akit az utolsó színhelyén a sétáknak kicsit hosszabban tudnánk idézni, ugye a Híres hajtókanyar című művének az áll az elején, hogy ez nem zsidó múlt, ez magyar történelem.